1985-ben kezdtem kendózni. Nagyon prózai volt az eleje, a bátyám elkezdett kendózni. Köztünk gyerekkorunkban volt egy nagyon erős testvéri rivalizálás, és önki nem akart lemaradni a másiktól, és ezért én is csatlakoztam a kendó klubhoz. Olyan jó benyomásokat kaptam már az első edzéseken, hogy nagyon megtetszett, és akkor így megmaradtam a kendónál. Kik voltak az első mestereid? Yamaji tanár úr, aki még mindig a klubunkban edz. Ötödik Danos mester. Legtöbbet én személy szerint gyerekként a Tsushima Kanji tanár úrtól kaptam. Ő hozta le a gyermekének a páncélját nekem, hogy mert nem volt a méretemben. Nagyon sokszor személyes jellegű tanácsokat és tanítást adott, ami nagyon-nagyon meghatározta az előmenetelemet. Annak ellenére, hogy kommunikációnk elég gyér volt, mert ő nem tudott magyarul, én nem tudtam se japánul, se angolul akkor még. Olyan kontaktus alakult ki közöttünk, ami nagyon bensőséges volt, és olyan dolgokat tudott átadni, ami nagyon mély nyomokat hagyott bennem. Melyik klubban kezdtél kendózni? Budapest Főnisz Kendo és Jaidó klubban kezdtem el kendózni, akkor még talán nem is volt neve a kendo klubunknak 1985-ben. Az akkori rendszer az még nem tette lehetővé az, hogy klubok, civil szervezetek így alakuljanak, és akkor úgymond egy ad hoc kendo csoport jött létre, és azok kezdték el, tulajdonképpen onnan ered a Budapest Főnisz Kendo klubnak a gyökere. Amikor én elkezdtem, akkor már viszonylag sokan voltunk, tehát egy ilyen 20-30 fős társaság, nem emlékszem, ami gyakorlatilag teljesen kicserélődött. Nagyon örvendetes, hogy az akkori társaságból a mag, tehát aki elkezdte, az én mai napig is kendózik. És hány lány volt ebben a 20-30 főben? Egy lány volt akkor még csak. És hány gyerek? Ketten voltunk gyerekek. A bátyám meg én. Klubunk óriási változáson ment keresztül azóta. Már három úgymond szakosztályunk létezik. A gyermekek közel 25-en, 25-30-an vannak. A felnőttek olyan 40-50 fővel rendelkező, az Iaido is olyan 15 fővel. Tehát egy ilyen jó 100 fős most a kendós létszámunk. Hasonló létszámmal rendelkezik a Magyar-Japán Kendo Klub. Ők is Budapesten kendóznak, ami nagyon jó, mert ebben a városban egy nagyon jó kendó közösséget tudunk fenntartani. Ez önmagában is egyedülálló Kelet-Európában, majdnem azt lehet mondani világon is, hogy nagyon kevés civil szerveződésű kendó klub van, ami ilyen nagy létszámmal létezik. Milyen fokozatot tudhatsz magadénak? 6. dan fokozatra sikerült levizsgáznom, ennek nagyon-nagyon örültem. Nehéz egy ilyen vizsga? Azt nem mondom, hogy nagyon készültünk rá, mert inkább úgy fogalmaznék, hogy 21 éve kendózunk, tehát 21 éve készül az ember, hogy megmérettesse magát. Azt a tudást próbáltam megmutatni a vizsgán, ami eddig összegyűjtöttem Európában. Sok haddanos tanár van, de úgy tudom, hogy ilyen fiatalon elég kevésnek sikerült. Mikor van esélyed még ennél is följebb lépni? Most a következő fokozatra 6 évet kell várnom, mivel 6. danra vizsgáztam, tehát 40 évesen próbálhatom meg a 7. dant. Elég nehéz lesz. Japánban például nagyon sok magas danos mester van, könnyebb úgymond tudást gyűjteni, hát itthon kicsit nehezebb. Hozzá kell tennem, hogy senki nem azért kendózik, hogy folyamatosan danokat gyűjtögessen, és remélem, hanem az öröméért és azt a tudást, amit éppen összegyűjtött, azt így egy vizsgán lemérjük. Viszonylag sokan kendóznak Magyarországon, vajon miért? Mindenféleképpen jó, hogy ilyen sokan kendózunk relatíve Budapesten, illetve Magyarországon. Lehet, hogy a magyaroknak valahogy ez jól áll, ez a virtus, maga vívás szeretete, illetve visszanyúlni a régi hagyományokhoz is ápolni. Bár ez egy japán dolog, de lehet, hogy valahol mi is a saját gyökereinket keressük ezen keresztül. Szerinted mi a kendo üzenete a ma emberének? A kendo ősi sport, mély gyökerekre, régi időkre nyúlik vissza. Ennek egy nagyon modern is. Nem állt meg a fejlődésben, tehát
nem egy az egyben a szamurái kardvívást használjuk, már nem a másiknak a elpusztítása a cél, hanem a tökéletességre van a törekvés.